A Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság és a Nagykun Szolnok vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság közös szervezésében rendezték meg a rendőr és tűzoltó napot a Szolnoki Turisztikai és Szabadidőközpontban. A Tiszaliget tágas helyszínére már a reggeli órákban özönlöttek a látogatók, hiszen mindkét rendvédelmi szerv színvonalas, érdekes programokkal várta a kicsiket és a nagyokat. A bűnmegelőzési pavilon körül a rendezvény végéig nagy volt a tolongás. A gyermekvédelmi és rendvédelmi naphoz kapcsolódóan a vállalkozó szellemű fiatalok több állomásból álló akadálypályát teljesíthettek. Volt itt térképészeti feladat, lövészet, életmentés, környezetvédelmi totó, tűzoltó tömlő kigurítás is. A baleset megelőzési munkatársak sem unatkoztak, egymást váltották a gyerekek a standjuknál. Voltak, akik kresztotóval foglalatoskodtak, nem sok óriás raktak ki, vagy a kerékpáros akadálypályán ügyeskedtek. A biztonsági öv szimulátor is nagy népszerűségnek örvendett a felnőttek körében. Információs anyagokkal egységcsomagokkal várták a toborzási munkatársak a határvadász képzési iránt érdeklődőket. Mindenki megtekintette a szolgálati motorkerékpárt, valamint a vízi rendészek által használt Jetskit és rabó szolgálati gépjárművet. Ezeket nem csak kívülről lehetett megszemlélni, hiszen nagy örömet okozott a gyerekeknek, hogy az igazi rendőrautóba beülhettek és bekapcsolhatták a szirénát. A tűzoltó autóba ülés, a sisak felpróbálása ugyancsak favorit volt minden korosztálynál. A déli órákban került sor a vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatóság megtó intézkedés taktikai bemutatójára. Itt két szituációt modelleztek le a kommandósok. Első alkalommal egy körözött bűnözőt fogtak el az egyenruhások, másodjára viszont egy túlsztejtő fegyverkereskedőre csaptak le a rendőrök. Volt szirénázás, fegyverropogás, sőt jaj veszékelő bűnöző is. A bemutató végén feltett kérdésre, hogy ki szeretne kommandós lenni, újjongva emelték magasba kezeiket a gyerekek. A szolgálati bűnügyi kutyák nyílt tréningje szintén tömegeket vonzott. A nap végén került sor a Jászajkun Szolnokver rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottság által korábban meghirdetett csatlakoz is! program rajzpályázatának eredményhirdetésére. Összesen 367 pálya érkezett be a felhívásra, három korcsoportban 18 gyermek részesült jutalmazásban ugyancsak eredményt hirdettek a Jász Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály gyermekvédelmi és rendvédelmi napjához kapcsolódóan. Harmadik helyezést ért el a lopakodó homoki csapata, második helyezésnek örülhetett a Gézengúzok Tiszakürti csoportja, míg helyi szandai csapat állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. A Tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság jóvoltából az első helyezett csoport valamennyi tagja egy tiszai hajó jókázáson is részt vesz a későbbiekben.